Hogy meddig kölyök a kölyök, ez azért egy olyan kérdés, ami nem teljesen egységesen ítél meg a, a közvélemény. Általában azt tartják, hogy 3-4 hónapos korig kölyöknek számol, és 4 hónapos kor fölött nagyjából 8 hónapos koráig pedig egyfajta ilyen junior korról beszélünk. De azért ezek a, ezek a pontos idő határok ezek elmosódnak, főleg a köznyelvben, de hát ezek a, ezek a számok, amik megfelelhetők a kérdésre. Nagyjából 8-10 hónapos kor fölött, nagy testű kutyánál az inkább 12 hónapos kor fölött tekintjük felnőttnek az állatot. Ez talán egy fontosabb meghatározás, mert a felnőtt kor határán azért van néhány teendő, amit el kell végezni, például a különböző beleszületett mozgászavarot okozó elváltozásnak a szűrési programja is erre az időre tehető, tehát magyarul diszplázia, csípődiszplázia, könnyögdiszplázia, váldiszplázia szűrésének az időpontja is 12 hónaposkor meghaladó időben történik a végleges szűrés. Ez azért van, mert addig fejlődik az állat, addig növekszik, addig változik is még, és a felnőtt kort, Elérve már állandó viszonyokat tapasztalunk, tehát egy akkori eredmény egy, egy csípő állapotáról például az már mindenképpen véglegesnek tekintendő.